Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Városi TV Mohács február 14-i Hétközben című magazin műsorát látják. Adásunk elején jöjjön szokásos rövid képes ajánlónk. Maszkot öltött apraja nagyja, hivatalosan is megkezdődött a busójárás. Kisbusók, sokaclánykák, kisjánkelék, kisfarsangpor, már a csütörtöki nap is látványosra sikerült. Szerepcsere, különös házasság, koszorúzás, szombatra is jutott a látványos programokból. Mohácsra figyelt vasárnap a világ, az eső ellenére is tízezrek búcsúztatták városunkban a telet. Közel 2500 jelmezes vonult fel, véget ért az idei busójárás. 2010 óta a busójárás nyitó rendezvénye a Maszkot ölt apraja nagyja elnevezésű program, amelyet annak idején a helyi oktatási intézmények kezdeményezése keltett életre. A projekt lényege az volt, hogy 2010. szeptemberétől a helyi tanterv része legyen e népszokásunkkal kapcsolatos ismeretek oktatása. A rendezvényre idén a Mohács térségi általános iskola Széchenyi iskolája és a Mohács térségi óvodaközpont Rókus és Ötvös óvodája közös rendezésében került sor Kisfarsang délelőttjén, február 8-án az ifjúsági centrumban. A 2009. szeptember végén az emberiség szellemi, kulturális örökségeinek sorába emelt népszokással kapcsolatos ismeretek oktatását a helyi iskolák vetették fel, és mivel a szakminisztérium nem kifogásolta, az önkormányzat támogatta a kezdeményezést. Mohácsról lévén szó, egyáltalán nem újdonság, hogy a busójárás része a helyi óvodák, iskolák életének, hiszen e népszokás eddig is kiemelt téma volt a farsangi ünnepkör feldolgozásában. Az UNESCO-s cím elnyerésével azonban most már kötelességünk is ápolni és megőrizni a hagyomány eredetiségét, és ezt már egészen kiskorban el kell kezdeni. A mohácsiak számára a busójárás egy életérzés, emelte ki köszöntőjében Pátkovics Gábor polgármester. Különleges alkalom minden évben, amikor a farsangra készülünk, hogy milyen rendezvényen kezdjük meg ezt a hatnapos ünnepet, és én azt gondolom, hogy a jövő generációjára való építés jegyében nem is lehetne más és kellemesebb megoldás, mint a legkisebbekre bízzuk azt, hogy öltsenek ők is maszkot, öltsön apraja, nagyja maszkot és farsangi mulatságra készülvén különböző ruhákat, és ünnepeljenek együtt velünk a farsangon. Mohácsváros életében a busójárás a legnagyobb turisztikai látványosság, de én azt gondolom, hogy Mohács lakossága számára ennél sokkal többet jelent. Ez egy életérzés. A busó társadalom, amikor vége van az előző évi farsangnak, akkor elkezd készülni a következőre, hogy mit szeretne másként megvalósítani majd a következő farsangi mulatságon. És hogyha azt nézzük, hogy a 18 000-es lakossághoz képest 2500 maskarás fog felvonulni vasárnap, több mint 70 busócsoport szerepel majd ezen a rendezvényen, akkor azt gondolom, hogy Mohács városát nagyon jól reprezentálja az az együttérzés és az az összefogás, amit nekünk a busójárás élménye jelent. Én azt gondolom, hogy fontos számunkra és a város vezetése számára is, hogy azok az apróságok, akik most itt velünk vannak, és különleges és gyönyörű műsorokkal fognak minket elkápráztatni, átéljék ezt a farsangi érzést, és egyé váljanak azzal a mohácsi tudattal, hogy nekünk a farsang nem csak idegenforgalmi látványosság, hanem egy igazi életérzés. A város előjárói, a társintézmények vezetői, pedagógusai, a Pélmonostori iskola és óvoda képviselői mellett a rendezvény vendége volt dr. Balatoni Katalin, köznevelési helyettes államtitkár is. Mióta tudom, hogy ide jöhetek, és mióta benne van ez a program a naptáromba, azóta, ahol csak jártam, mindenkinek mondtam, hogy képzeljétek el, megyek Mohácsra, és ott leszek akkor, amikor a busójárás elindul, és akkor nem is tudtam, hogy majd én mondhatom azt ki, amit majd mindjárt kimondok. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon megtisztelő és hatalmas öröm ez számomra. Azért is, mert akik egy kicsit ismerik a munkásságomat, pontosan tudják, hogy mit jelent az életemben a kultúra, a Kárpát-medence hagyományvilága. Eddig
szinte minden erre épült, és nem először járok itt Mohácson vagy a környéken. Az elmúlt években többször volt lehetőségem helyi és környékbeli pedagógusokkal együtt dolgozni, azon, hogy a gyermekeknek minél többet át tudjanak adni a magyar és a nemzetiségi kultúrából. Mohács egy nagyon sajátosan jó helyzetben lévő település az országban, hiszen annyira gyönyörűen sokszínű az a kultúra, amit megtalálható, az a hagyomány, amit életben maradt, nem véletlenül került ez az UNESCO listájára is. Azt gondolom, hogy azt elmondhatjuk, hogy a Kárpát-medencében a gyermek mindig is nagyon-nagyon fontos volt. Ebben is kiemelkedők vagyunk, és ebben is előjárunk. És több száz évre visszavezethetjük azt a hagyományt is, hogy a gyermekeknek volt saját bája, saját mulatsága, akár saját zenekara programjai, és nagyon örültem, hogy ez ebben a kis farsangban, gyermekek farsangjában itt is felelevenedik. Úgyhogy mindenkinek jó mulatozást kívánok, jó szórakozást, mert hogy a farsangnak évszázadok óta pontosan az a lényege, hogy egy picit elengedjük magunkat, hogy egy picit állarcok, maszkok, maskarák mögé bújjunk, és egy picit szabadabban éljünk ebben a néhány napban. Ez szerintem mindenkire ráfér, mindenkinek jól esik egy kicsit elengedni magát, úgyhogy kívánom, hogy ez sikerüljön, és akkor ezennel a 2024-es mohácsi busójárást megnyitom. Az ifjúsági centrum tornatermét megtöltő sok apróság láttán az ember joggal bizakodhat abban, hogy van és lesz utánpótlás a busójárást illetően. Az ötös óvoda horvát nyelvet tanuló csoportja kis körtáncokkal, énekekkel léptek közönség elé. Rókus óvoda apróságai a búsó avatást jelenítették meg. Míg az ovisok különböző rigmusokkal, népi játékokkal, táncokkal bizonyították, hogy ez sokat népszokás, élő eleme az ovis farsangnak, addig a nagyobbak, a Széchenyi iskola tanulói a búsójárás legendáját elevenítették fel egy adaptációban. Farsang vasárnapján, a viharos ében, vakító püstökös vonult át az égen, eljött még Ráján, mit régóta vártak, sziget bújdosói, csónakokba szálltak. Takodjatok a városunkból, gumit a szétvesek rádak!
A rendezvény végén a busójárás elmaradhatatlan körtánca, a kóló hangjaira valamennyi szereplő a képzeletbeli színpadra állt, és együtt táncolták a vérpesdítő muzsikára a jól ismert lépéseket. Remekül sikerült télűző, tavaszköszöntő népszokásunk első napja. A kissé szeles, de gyönyörű napsütéses februári tavaszban ezrek voltak kíváncsiak Kisfarsang napján a látványos felvonulásra, a Sokackörtől a Széchenyi térig, valamint a különböző programokra. Törtökön Kisfarsanggal a gyermekjánkelék és kisbúsók, valamint a hozzájuk csatlakozó felnőtt állarcosok, maskarások szabad farsangolásával elkezdődött a mulatozás városunkban. A busójárás időpontja keresztény egyházi időponthoz kötődik, és minden évben a bőti időszak kezdete, vagyis húshagyó kedd előtt 6 nappal veszi kezdetét, amely így értelemszerűen mindig csütörtökre esik. Az ekkor induló és 6 napig tartó farsangolás első szakasza a csütörtöktől szombatig tartó kis farsang. Régen ezen a napon a sokat szülők gyermekeiket átöltöztetve népviseletben küldték az utcára. Ezt jelzi a gyermekek farsangja név is. A kisfiúk lánynak, míg a lányok fiúnak öltöztek. Állarcot azonban nem viseltek, hanem helyette fátyollal, harisnyával vagy más megfelelő ruhadarabbal takarták el az arcukat. Csoportokat alakítva járták a házakat, ott fából készült buzogányaikkal vagy csak egyszerű bottal megveregették a kaput, és bekiabáltak, hogy pokladá, amivel jelezték a bőjt, illetve a tavasz jövetelét. Ez volt a régmúlt, manapság a busójárás iránt érdeklődő nagyszámú látogató miatt már felnőtt búsócsoportok, jánkelék is megmutatják magukat Kisfarsangkor. A csütörtöki események között 2010 óta szerepel a gyermekek felvonulása a Sokackörtől a Széchenyi térig. A Sokacz olvasókör gyermektánccsoportja ezt a régi hagyományt, a gyermekek farsangját élesztette újra. Igaz, nem kopognak be a házakba, és nem kiabálják, hogy pokladá, de szépen népviseletbe öltöztetik az apróságokat, és zenei kíséret mellett megmutatják magukat a városlakóknak. A gyerekekhez több búsócsoport is csatlakozott, így kisebb felvonulássá dagadt a Kisfarsang napi bemutatkozás. Thank you.
Széchenyi téren különféle búsójárási eszközöket csodálhattak meg a látogatók. A város utcáin szabad farsangolás vette kezdetét, a felállított színpadon pedig gyermektánccsoportok és búsócsoportok bemutatói követték egymást. A farsangi nagy hét harmadik napján, vagyis szombaton, reggeltől késő estig várták a legkülönfélébb programok az ideérkező vendégeket. A 2000-es évek elején hatnaposra kibővített mohácsi busójárás szombati napja már délelőttől számos programot kínált mindazoknak, akik kíváncsiak voltak-e sajátos népszokás főszereplőire, a hozzájuk kötődő, róluk szóló eseményekre. Évek óta több különböző helyszínen várják a városunkba látogatókat, hogy mindenki igazi élményekkel gazdagodva térjen haza. Az egyik ilyen fontos helyszín a Búsó udvar és környéke, amely a Botos búsócsoport attrakciójának kezdőszintere. A farsangi időszak velejárója a szerepcsere. Ilyenkor a férfiak asszonyruhát, szoknyát, fejkendőt öltenek, és fordítva, a hölgyek, lányok kalapot, nadrágot, csizmát húznak. Ezt a farsangi mókázást elebenítette fel újból másfél évtizede a Botos búsócsoport, ők keltik életre a búsó lakodalmast, ahol egy különös pár, untomiglan, untodiglan, akaratuk ellenére lesznek egy boldogtalan pár. Na, megkérem a násznépet, egy kicsit rendezzék rendbe magukat. Erre meg. Megvan a násznép? Jó. Üdvözlöm mindjájukat, öregeket és fiatalokat, amiért ilyen szép számmal egybegyűltek, és itt országunk legbusósabb városában találkozhatunk. De miért is gyűltünk össze, miért is találkozunk? Azért, hogy lássuk, miként is teszi jóvá Mohács ifjúság azt a mulasztását, amelyel a mostani farsangban vétett a természeti törvények és társadalmi szokások ellen. Városunkban, ugyanis ebben a farsangban nem volt házasságkötés. De nem szeretném a türelmüket túlzottan igénybe venni, ezért megkérem magamat, és az itt kínlódó, házasulni nem akaró busópárt, hogy akaratuk ellenére kössük őket össze. Ezért most hozzájuk intézem a kérdésemet, és mondandó van. Tisztelt jegyesek!
Na. Tehát, tisztelt jegyesek, házasságkötés céljából álltok előttem. Nekem, mint ezen busó gyülekezet által életfogytiglanra ítélt, de külön is erre a célra felkért papjának az a hivatali tisztem, feladatom és kötelességem, hogy a mohácsi vész utáni nemzeti elkeseredéskor létrejött házassági törvény alapján megállapítsam és kiirdessem, és írásba foglaljam azon ténykörülményt, miszerint a tervbe vett házasságnak nincs-e valamilyen akadálya. Hivatalos szaglálás ürügyén ezért ütöm most orrom bizonyos dolgaitokba, hogy később ti verhessétek a fejetek a falba, amért most nagy bolondságotokban házasságra kívántok lépni e nagy tömeg előtt. Lesz egy pár kérdésem a házasulandók fele. Az első kérdésem, mondjátok meg igaz hitetekre, szeretitek-e egymást? Nem volt egyértelmű, de elfogadjuk ugye igennek. Tehát az első kérdésemre helyesen feleltetek, mert ha véletlenül is szeretnétek is egymást, az komoly akadálya volna annak, hogy amiként a mai fiatalok között szokás, egy fél év múlva el tudjatok válni. Második kérdésem. A magatok... Na, okosan. A magatok akaratából álltok-e itt, vagy szüleitek taszigáltak ide? Na most melyik ez? A bólogatásból sokat nem értünk. Hát teljesen egyértelmű, tehát, hogy a szülők. Persze, mindig a szülők a hibásak. A második kérdésembe is helyesen feleltetek. Mert ha csak a magatok és nem a szüleitek akaratából jelentetek volna meg, ez megint csak komoly akadálya lenne a stafírunk meg a hozomány kiadásának, ugye? Harmadik kérdésem. Jól meggondoltátok-e a házassági szándékotokat? Azt mondják nem, de... Tegnap éjjel a harmadik menet után határozták el. De. Hát igazából erre a kérésemre is helyesen válaszoltak, hiszen kikötne házasságot alaposabb gyakorlás nélkül, nem? Tehát, hogy ez megint egy ilyen dolog. Szóval, vissza a lényegre. Tehát mind a három kérésemre helyesen válaszoltak. Úgy látom, semmi akadálya annak, hogy megkössem ezt a jól induló, boldognak ígérkező házasságot. Ezért most a felkért és az itt jelenlévő önök, ugye, becsületes, hamis tanú jelenlétében nyilatkoznotok kell, hogy kívántok-e egyáltalán házasságot kötni. Ajajajaj! Felhívom figyelmeteket, hogy újabb szokás szerint nem szükséges most mindjárt nyilatkozni, megtehetitek ezt egy hónap múlva is, ha majd visszajöttetek a nászútról. Mi idősebbek ugyanis megértjük, amit a fiatalok csinálnak, csak ne a mi gyerekünkkel történjen, ugye? Szóval, a kérdésem, hogy akartok-e most nyilatkozni? Rendben. Akkor most elmondok egy-két dolgot, amit jó, ha tudtok a házasságotok körében. Kötelességetek lesz, hogy egymással ne törődjetek, egymás dolgaiba be ne avatkozzatok. Jogotok van arra, hogy továbbra is éljetek külön-külön a magatok életét, egymásnak felelősséggel nem tartoztok, és most már addig-addig hazudhatok egymásnak, amíg a másik rá nem jön. Ha ezeket az előírásokat megtartjátok, boldog és hosszú lesz a házasságotok. Miután ilyen szép egybehangzással kinyilatkoztattátok azon saját szándékotokat, hogy egymással házasságot kívánni, kötni, ezen perctől fogva házastársaknak nyilvánítalak benneteket,
Untodiglan, Untáiglan. Hatalmas tapsot az ifjú párnak. Köszönjük szépen! Ti pedig, itt lévő fiatalok, kedves tömeg, lelkesedjetek fel az új házasok példáján, és kövessétek őket! Most pedig azt mondom, hogy induljon a lakodalmas menet, és mutassuk meg a város aprajának, nagyjának az ifjú busópárt! Én! Én az ifjú pár! A boldogtalan pár az esketés után búsók vontatta hintóra szállt, hogy a város utcáit végigjárva megosztják szerencsétlenségüket a vendégekkel. A szombati nap folytatásában a város különböző helyszínein rengeteg programból lehetett választani. Akik a főtéren maradtak, azok egy hagyományos programelemnek lehettek szemtanúi. A Legenda újraéled elnevezésű program során a drúgovi busócsoport tagjai a Széchenyi téren található három vitéz szobránál a győztes II. Mohácsi csatában elesett hősökre emlékezteti az utókort. Az 1687. augusztus 12-én a Harsányi hegyoldal melletti síkságon lezajlott ütközetben, az úgynevezett II. Mohácsi csatában jelentős számban vettek részt magyar huszárok és gyalogosok. E csatában szenvedett vereséget a török sereg, és így véget ért az Oszmán Birodalom 143 éves uralma. A főtérre való bevonulás után a maszkosok sorfalat alkottak, majd hangos kolompolás, kelepelés kíséretében megkoszorúzták Martinelli Jenő alkotását, a három vitéz szobrát. A borús, esőre álló időjárás ellenére több ezren voltak kíváncsiak már a szombati eseményekre is. A jó hangulattól kiváló muzsika, a mókázó búsok és természetesen a kellő mennyiségben elfogyasztott forralbor vagy hideg sör gondoskodott. Esőt jeleztek vasárnap délelőtre és az esti órákra a meteorológusok. Az eső bejött, de szinte egész nap nyitva voltak az égi csatornák, ami a délelőtti programok látogatottságán meg is érződött. A hol abba maradó, hol újra szemerkélő eső ellenére így is sokan voltak kíváncsiak a vasárnapi felvonulásra, az esti mágiagyújtásra pedig megtelt a Széchenyi tér. A vasárnap délelőtti folyamatos eső elriasztotta és otthon tartotta mind a helyieket, mind pedig a turistákat. Aztán egyre többen lettek, a bátrabbakat az égi áldás sem riasztotta el attól, hogy résztvevői legyenek hazánk legzajosabb télűző tavasz köszöntő népszokásának. A farsangi kavalkád vasárnapi, sok látogatót vonzó programja a sokat szépben a dunai átkelés. Úgy látszott, hogy az idő is megkegyelmez a farsangolóknak, elállt az eső, így rengetegen voltak kíváncsiak arra, hogyan kelnek át a busok csónakjaikkal a szigeti oldalról. Amíg a maszkosok a túloldalon készülődtek, addig itt a Mohácsi parton a búsók és a Barcsi Podravina Egyesület táncosai, valamint a Micia Tambura zenekar zenészei szórakoztatták a nézőket.
A legenda szerint a törököket kiűző ördögök csónakokon érkeztek a sziget felől, hogy az éj leple alatt úgy ráijesztenek a turbánosokra, hogy azok hazáig meg se álljanak. Így tehát, felelevenítve a mondást, a szigeti búsók csónakokkal átkeltek a Dunán, no nem azért, hogy elűzzék az ellenséget, hanem azért, hogy a sikeres partraszállást követően csatlakozzanak társaikhoz. Szerencsés megérkezést óriási kereplőzaj és kolompolás fogadta. Egy kis mókázás után a búsók vezetésével elindult a tömeg a gyülekező helyszínére, a kólótérre, ahová folyamatosan érkeztek járművel, gyalog, búsóvontatta kocsikkal a maszkosok, sokaclányok, jánkelék és egyéb meghatározhatatlan maskarások. Az idei évben Szardinia szigetéről, Samugeo településről érkeztek vendégek. Az ottani hagyomány őrzőket mamuconoknak nevezik, és ők is maszkos, hangos, télűző szokásokat ápolnak. Az időközben újból eleredő eső sajnos sok maskarást otthon tartott, de a felvonulásra készülődőknek meg sem kottyant. Thank you.
šokci, šokačky, momci, prelahije naša krv. Lupamo čaše, ljubimo snaše, pijemo do zore. I mi smo šokci, šokački momci, prelaje naša krv. Lupamo čaše, ljubimo snaše, pijemo do zore. Ja ljubim plavu, smeđu i garavu, svaku curu volim ja. Bila ona plavuša, smeđa i garavuša, samo da je šokica. Ja ljubim plavu, smeđu i garavu, svaku curu volim ja. Bila ona plavuša, smeđa i garavuša, samo neke šokica. Jer mi smo šokci, šokački momci, vela je naša krv. Lupamo čaše, ljubimo snaše, pijemo do zore. Jer mi smo šokci, šokački momci, vela je naša krv. Lupamo čaše, ljubimo snaše, pijemo do zore. Vesela je šokadija kad tambura šorom svira. Vesela je šokadija kad tambura šorom svira. Veselo, veselo, aj veselo je veselo. Vesela, veselija, aj vesela je šokadija. Di su čaše, di su flaše, tu ćeš naći šokce naše. Di su čaše, di su flaše, tu ćeš naći šokce naše. Veselo, veselo, aj veselo je veselo. Vesela, veselija, aj vesela je šokadija. Vina i rakije, tu će biti šokadije. Dok je vina i rakije, tu će biti šokadije. Veselo, veselo, aj veselo je veselo. Vesela, veselija, aj vesela je šokadija. Na tamburi žica puče, a u šokca srce tuče. Na tamburi žica puče, a u šokca srce tuče. Veselo, veselo, aj veselo je veselo. Vesela, veselija, aj vesela je šokadija. A közel másfél órán át tartó felvonulás közben után szabad farsangolás vette kezdetét. A búsócsoportok szerte a városban több helyszínen, a főtéren, a Dunaparton, vagy éppen a Selyemgyár kulturális negyedben mutatták meg magukat, ellenmókázgatva a hölgyekkel, cukrot osztogatva a gyerekeknek. Közben a színpadnál gyülekeztek a Sliokice búsócsoport tagjai, hogy a hagyományos búsóavatáshoz felkészüljenek. A jó néhány éve újjáélesztett hagyományos búsóavatás során egy fiatal legény válhat igazi búsóvá, vagy ha úgy tetszik, felnőtt férfivá. Da ti vidim oči, da ti vidim očice, garava djevojčice. Opa, supa, skoči, da ti vidim oči, da ti vidim očice, garava djevojčice.
flaša vino me ne voli Ivo, a ja Iva neću za tobom umreću. Čaša flaša vino me ne voli Ivo, a ja Iva neću za tobom umreću. U podrumu vino da se veselimo. Opa, 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 na tavanu rokva. U podrumu vino da se veselimo. Idei búsójelölt a 10 éves ifjabb Bargár Ferenc, a Sliokice csoport ifjú tagja. A több ezer ember előtt ünnepélyes keretek között felavatott búsólegénynek Pávkovics Gábor polgármester és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár adták át a búsók nélkülözhetetlen kellékeit, az állarcot, a kereplőt és a buzogányt. A búsóavatást követően Závogyán Magdolna, kultúráért felelős államtitkár, városunk vendége osztotta meg gondolatait a farsangoló közösséggel. Amikor egy kedves munkatársam meghallotta, hogy a búsójárás programjain részt veszek, izgatottan, kipirult arccal, szinte hadarva kezdte mesélni, sok árcokról, állarcokról, gyermekkori borzongásáról és fergeteges karneváli hangulatáról. A kérdés ösztönösen jött a kollégáktól, te Mohácsi vagy? Hát igen, válaszolta. Ebbe a büszke igenben benne bújt az erő, mely identitást formál, a gyökerekhez köt, örökséget éltet és kultúrát tart meg itt Mohácson. A busójárás hagyománya sokféleképpen üzen számunkra, mohácsiak és a vendégek számára egyaránt. A rituális téliüző praktikákkal számos változatban találkozunk Európa szerte. A hazánkba települt sokácok népszokása, a mohási búcsójárás mégis egyedülálló a világon. A testvérként élő népek szokásainak összesimulása páratlan kulturális gazdagságot érlelt, nem véletlen, hogy az UNESCO 2009-ben első magyarországi elemként felvette a mohási búcsójárást az emberiség szellemi kulturális örökségének nemzetközi reprezentatív listájára, ezúton is szívből gratulálok, polgármester úr. Ezt követően a népszokás törvény általi hungarikumként a fenti listán való szereplés jogán bekerült a hungarikumok gyűjteményébe is, és mindez, kedves hölgyeim, uraim, közösségi siker térben és időben. Nem lehet kétséges, hogy a búcsójárás óriási népszerűsége azoknak a közösségeknek az érdeme, melyek tudatosan építkezve őrzik ezt a lángot. A maszkok, a jelmezek megtervezése és elkészítése, a busóruházat felújítása, a járművek kialakítása, valamint a hiteles megjelenés megtartása erőfeszítést és szervezetkitartó munkát követel a csoportok tagjaitól. A felkészülés egyben komoly néprajzi kutató munkát is jelent, a kellékek elkészítése pedig kiemelkedő kézműves, sőt, művészi teljesítmény is. Így válik a készülődés maga is a kultúra részévé. A busójárás jól ismert zaja, tömegének hömpölygése, virágra szóló vidámsága értékeink életerejét szimbolizálja. Ahogy tapasztaltuk az elmúlt napok időreállásában, a busók
idén igen eredményesen űzték a telet. Úgy tűnik, ha ennyi felvonuló és vendég egyet akar, közösségként riogatja a sötétséget, akkor az eredmény nem marad el. Szívből kívánom, hogy a 2024 évi busójárás Farsangvásárnapján is tartson távol tőlünk minden rosszat, és az itt megélt páratlanul gazdag szellemi lelki töltekezéssel lépjünk be a bőti időszakba. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen államtitkárasszony szavait. Tisztelt államtitkárasszony, nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy elfogadta a meghívásomat és részt vesz a 2024-es mohácsi busójáráson, és segítségemre volt a busolvatásban. Kérem, fogadja a szeretettel tőlem ezt az ajándékot, és emlékezzen mindig a mohácsi busójárásra, és a következő években is ünnepeljünk együtt. Köszönöm. A főtéren és a városban az esős idő ellenére tovább folytatódott a szabad farsangolás, a különféle táncoszenés bemutatók. Farsangvasárnapi programok csúcspontja, egyben a szabadtéri események befejezése, a Széchenyi tér közepére felrakott mágiak meggyújtása. Az esemény kezdetére, a szemerkélő eső ellenére megtelt a tér. Este 5 órakor meggyújtották az addigra már átvizesedett mágiát, szerencsére a lángok is fellobbantak, és a vidágcsoport szalmából készült telet, böjtöt, betegséget jelképező kiszebábúja hamar a tűz martalékává vált. Ekkor döntöttek úgy az égiek, hogy most kinyitják az esőcsatornákat, és szakadni kezdett az egész nap jelenlévő eső. A mágia körül csak a bátrabbak és a busók maradtak. A szakadó eső korai távozásra késztette a városunkba látogató több ezer érdeklődőt. Veselo, veselo, aj veselo je veselo, vesela, veselija, aj vesela je šokadija. Kisfarsangtól húshagyók keddig 15 helyszínen 160 rendezvény, 71 búsócsoport és közel 2500 jelmezes várta a vendégeket és a mohácsiakat. A tradicionális népzenei programok, kézműves és népművészeti vásárok, a búsócsoportok bemutatkozása mellett koncertek, kiállítások, táncházak is szerepeltek a programkínálatban. A húshagyóked fő attrakciójára, a búsók és más jelmezek felvonulására és a hatalmas mágia meggyújtására évről évre egyre többen kíváncsiak, így már nem csak mi mohácsiak farsangolunk. Idén, február 13-án kedden is rengetegen búcsúztatták a farsangot a búsókkal a főtéren és a város utcáin. A busójárás hagyománya régen farsangvasárnap reggelétől húshagyó keddig tartott. A farsangvasárnap a felnőttek, az igazi búsók ünnepe, a rákövetkező kedd, azaz húshagyó kedd pedig a farsang és egyben a vígasság végét is jelenti, hiszen másnaptól, hambazó szerdától kezdődik már a böjt, és egészen húsvétig tilos a mulatozás és a tánc is. Húshagyó kedden a szokásos találkahelyen a kólótéren gyülekeztek a búsók és más maskarák. Minden évben létszámrekordot döntenek a báránybundások és társaik. Idén minden eddiginél többen, közel 2500-an öltöztek be, zömében búsónak, de sokat menyecskéket, banyákat, ördögöket és egyéb maskarákat is láthattunk,
és idén az előző évekhez képest viszonylag sok jánkele is megjelent a forgatagban. Az ágyú eldördülése után hangos kolompolás, kereplőzaj közepette megindult az állarcos sereglet a búsóklub vezetésével. A gyalogos búsóhad mellett különféle fadragacsok, szamaras lovasfogatok, az ördögkerék, ágyú, búsórájder vonult végig a Bakács utcától kezdve a fő utcán át a főtérig. A vasárnapi esős, borús nap után kedden barátságosabb, ugyan kicsit szeles, de napos időben rengetegen voltak kíváncsiak a látványos, több ezer fős búsóseregre. Soka dia katambura sorom svira, vesela je soka dia katambura sorom svira. Veselo, veselo, aj veselo, jes veselo, 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 jes veselo. Gdje su čaše, gdje su flaše, tu ćeš naći šopce naše. Gdje su čaše, gdje su flaše, tu ćeš naći šopce naše. Veselo, veselo, aj veselo, jes veselo. Veselo, 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 jes veselo. Gajdaša gajde ječe, a u šopka čaše zveče. U gajdaša gajde ječe, a u šopka čaše zveče. Veselo, veselo, aj veselo, jes veselo. Veselo, 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 jes veselo. Na tamburi žica puče, a u šopca srce tuče. Na tamburi žica puče, a u šopca srce tuče. Veselo, veselo, aj veselo, jes veselo. Veselo, 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 jes veselo. Šokatski šokica, drma im se kabanica. Igra šokatski šokica, drma im se kabanica. Veselo, veselo, aj veselo, jes veselo. Veselo, 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 jes veselo. Igra bajtaš do bajtaša, a do njega lipa snaša. Igra bajtaš do bajtaša, a do njega lipa snaša. Veselo, veselo, aj veselo, jes veselo. Veselo, 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 jes veselo. Ovaj sam se naigra na kola, kad mi moja tambura na lola. Očica, dica, dica, drma mi se kabani. Očica, dica, dica, drma mi se kabani. O, mio, šoka, dio, koj će tikta za ženi. Mene nisam bila kuću da pobitam. Svaka sutra vođe tamburaru. A te daša i cura i snaša. Očica, dica, dica, drma mi se kabani. Očica, dica, dica, drma mi se kabani. O, ljudi, jeste ludi, ukasite svi. Jel ja digu na mi digu, bolje biti
jagodice, jagoda, slađe vino neko da. Jagodice, jagoda, slađe vino neko da. Pije vino, tu je meda, pije ne, tu je sve. Pije vino, tu je meda, pije ne, tu je sve. Főtéren tett tiszteletkör után megkezdődött a szabad farsangolás a város utcáin a Széchenyi téren. Az ilyenkor szokásos, hangos ágyudörgés, kolomb és kereplőzaj, illetve sokat muzsik a kavalkádjában egy kicsit körülnéztünk, és megkérdeztünk pár nézelődőt, mi a véleményük az idei busójárásról. Imádom a busójárást, és mindig itt vagyunk. Minden évben eljönnek? Hát legalább kedden, igen, kedden eljövünk mindig. És hogy tetszik? Ön szerint mennyit változott az elmúlt években? Hát én ide jártam a Marekba 4 évig, akkor volt olyan időszak, amikor még műszörme is volt, meg fizettek azért, hogy busók legyenek. Nos, hát közel 2000 busó, ez fantasztikus, reneszánszát éli a busójárás, ez biztos, fantasztikus. Belegondol-e abba, hogy a Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál is mekkora szervezést igényel, hogy egy ilyen 6 napos fesztiválnak a megszervezése az mennyi munkát vonz maga után? Hát ismerem a polgármestereket, itt Mohácson Pávkovics Gábort is, és beszámolnak róla, elmondják, hogy hihetetlen mi munka van ezzel. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivállal is nagyon sok munka van, ez Közép-Európa, biztos vagyok benne, a legnagyobb farsangi eseménye, úgyhogy le a kalappal. A feleségem azt mondta, mint egy óvodás, úgy nézem őket az előbb. Mi az, ami a legjobban tetszik önnek ebben a kavalkádban?
rengeteg ötlet van, ezek a kocsik, ezek mindig tetszett, különböző ötletes feliratok. De a busó állarcok azok fantasztikusak, nagyon szépek, egyediek. Ez mondom, nincs ilyen Európában. Ez lenyűgöd most is. Ezt tudjuk, hogy Gerezslakon nagyon sok finn család él, ők voltak-e már busójáráskor, meglátogattak-e már bennünket? Hát szerintem itt vannak valahol most, ugyan még 34 család él Gerezslakon, de egy részük már Gerezslakon van, azok itt vannak valahol, láttam a Pekkát, láttam a Sziszkót is, úgyhogy ők ez fantasztikusak. Nagyon szép itt minden, és látom a lányokat, hogy alig várják már, hogy megszorongassák őket, meg a hajukat bekenjék, vagy. Úgyhogy... Jól érzi. Igen. Csak egy titkot azért elárulok. Gerezslakiak, részt vettünk Zebegény testvértelepülésünk a Banyabálon Zebegényben, és öt eredeti mohácsi busó ruhát vittünk, nem tudták, és beöltöztünk szintén farsangkor, és nagyon jó hangulatot teremtettünk. De átérzem ezzel azt is, hogy a busóknak milyen nehéz a dolguk ebbe a ruhába. Pólóba lehetnek, mert nagyon meleg, meg hát az állat se egy egyszerű dolog. Hogy tetszik a busójárás? Nagyon szép, nagyon klassz, imádok itt lenni minden évben. Fergeteges. Milyen sűrűn szoktál hazajárni? Én minden hétvégén, tehát a busójárások vasárnapját mindig itt töltöm, és most hál' Istennek a heti szabadságomban még a kedd is belefért, úgyhogy... És melyik a jobb, a kedd vagy a vasárnap? Nekem a kedd az a miénk. Most is, hogy ennyi ember van és tele van külföldi idegenekkel? Vasárnap se volt rossz, de ez nekem olyan meghittebb, hazai, ez a miénk. Jobban lehet látni a busókat, vagy miért? Most mindent láttam. Szuper. Fel is, tehát jó, nekem ez jó. Az előjárás is beleszólt egy kicsit a vasárnapba. Gondolom, az gyerekkorod óta figyelemmel kíséred az egész busójárás, szerinted mennyire változott meg az elmúlt 20 évben mondjuk? Hát, nekem egy picit vurslis a vasárnap. Talán a lenti részt illetően, nem tudom. Egy kicsit hiányoltam a töröknek öltözött lányokat. Az a valamikori bosnyá. Én még emlékszem gyerekkoromban, voltak ilyen török imitációk. Tehát az a levágott török vas, a fejek, a budgyos nadrág a nőknél. De jó, változnak az idők, modernizálódunk, jó. Szerintem. Hogy tetszenek ezek az új állarcok, az új bundák? Jó, néztem le akar. Hát nagyjából ismerem Ohácsi lévén, most 57. évet lassan. Föltűnt egy-két, nem egy-két, hát legalább 20-30 új állarcok, le a kalapban. Úgyhogy minden elismeresem a faragóké. Húshagyók keddi mulatozás és egyben a farsangi ünnepkör végét, valamint a busójárás befejezését a mágia meggyújtása és a koporsó elégetése jelzi. A koporsó elkészítése, feliratozása, mágiára való felhelyezése, a busóklub feladata és felelőssége. Lehetőség szerint aktuál politikai felirattal ékesítik a mágiára való koporsót. Idén az egyik oldalán azt olvashattuk, mindenki mondjon le, a másik oldalra pedig a következő felirat került. Kisbusóhoz hozzányúlsz, mágián megpirulsz. A koporsó felhelyezését követően meggyújtották a mágiát, és a hatalmas lángnyelvek bekebelezték a teret jelképező koporsót. Ezzel a busók és mi mohácsiak jelképesen eltemettük ezt a kissé tavaszias, esős, furcsa telet.
Kedves nézőink, ezzel ma esti magazin műsorunk véget ért, legközelebb jövő héten szerdán, este 7 órától várom Önöket ismét, addig is a viszontlátásra.